mert még a Mátyás király időkből Firenzéről bejött család, aki a pénzveréssel kezdett itt foglalkozni, és forintot gyártottak, és ez a Firenze meg forint, és az egész család neve forintos. Most rengeteg területük volt, ez is többek között, Mihályfán kastélyuk volt, ott egy ott temetőjük, minden. Ezen a részen itt többnyire a cselédség, akik művelték a földet, nekik dolgoztak, azok voltak, de Forintos Károly, miután ez egy nagyon jó vadászterület, épített ide egy vadászházat. És az a ház tulajdonképpen egy 100 éves ház, nem egészen így nézett ki, és ez volt az ő vadászháza, de volt itt egy gazdasági vezető, aki itt ezeket a cselédeket, jobbágyokat, meg ezeket igazgatta, magtár volt, sok minden. Sajnos én ebből nem láttam már semmit, és mi ugyan hozzácsatolták az Orbányos házához, mert már itt senki nem lakott, tehát hozzácsatolták, elnéptelenedett, de mondjuk a 60-as, 70-es években minden szobába egy-egy család lakott, amikor így mindenkinek ad, ugye, szükséglakásokat, tehát itt sokan laknak. Azóta az egy nagyon kedves momentum, amikor jön hozzánk mondjuk Budapestről meg Ajkáról olyan, hogy hát meg szeretnénk aludni, ebben a szobában nevelkedett, innen járt Zalaegerszegre, gimnáziumba. Ezek olyan... Megindító pillanat. Ez egy megindító, igen, igen. És Lilla, hogy jön a képbe? Én hogy jövök a képbe? Miután már mindenki megépítette a kis helyet, elnéptelenedett, akkor megvette ezt egy zalaegerszegi ügyvéd, én most ezt nem mondom a nevét, és föl akart magának egy ilyen hétvégi házat. Ilyen ám, de ledozerolta például az udvart, azokat a régi házakat, és új tetőt rakott az épületre, de a mennyezet viszont be volt szakadva. És miután őt elhelyezték Keszthelyre dolgozni, így nem törődött már vele, és árulta. Na most ide jövök képbe, én nem, de az én leányom Angliába ment férhez, és amikor jöttek haza, a Landorhegyi 6. emeleti lakás kicsinek bizonyult, hogy unokák meg, és a vőm akkor azt mondta, hogy valamihol valamit venni szeretnének, és akkor ő ezt megvette, és 2 évig tartott a felújítás, egy emeletet ráépítettünk, aztán lassan-lassan, ahogy az ő engedte az ő anyagi körülménye, megépítettük a medencét, egy vendégházat, illetve akkor még nem vendégháznak szántuk, egy szaunát, de garázs, és ilyen lassan-lassan így van. Lett belőle egy ilyen paradicsom. Így van. És akkor, aztán ön, akkor ön a király kisasszony. Én vagyok. Ez a leányom. Én ugye még akkor külföldön élt, és akkor hogy hát anyukám, ugye te majd figyeled az építkezést, anyukám, ugye te ültesz. Én akkor föladtam a zalaegerszegi otthonomat, eladtam, és kijöttem, és tulajdonképpen az elmúlt 23 évemet itt, bocsánat, még nem is, szóval ez... Gyönyörű.